Sziasztok! Korábban, amikor nem működött a számítógépem, akkor nagyon jól működött a vágatlanul felkerülő videók módszere, amit most követni fogok, így viszonylag hamar fel tudom tölteni, mégsem élő adás. Amiről szeretnék nektek beszélni, az a téli üzemre való felkészülés, ugyanis nyáron is problémát okozhat, hogyha eltömődik egy-egy lefolyó az autóban, nevezzük így, mert akkor is megáll a víz, de ez tényleg különösen veszélyes, illetve különösen sok problémát okozhat, mert hogy a havas lé, ami szépen odafagy, az nem tud eltávozni. Ugye itt láthatunk egy olyan lefolyót, ami átjárható, tehát itt jól látszik, hogy nincs is probléma, viszont itt ez nem volt átjárható, amikor mielőtt megpiszkáltam, itt állt a víz. Na most ez azért probléma, mert az ablaktörlő tengelye az berohad, és utána nem fog jól működni. Ráadásul ez nem az első ablaktörlőknél okoz legnagyobb problémát, hanem a hátsó ablaktörlőknél. Ott azért, mert keveset használják. Ez főleg Opeleknél jelent problémát. Minden egyes ilyen kis járatot tisztítsatok át, amennyire csak tudtok, azért, hogy ne legyen ilyen álló víz. Itt még sajnos ezután is áll, tehát ez egy... Aha, látjátok, most sikerült itt kitisztítanom. És itt egy egész halom szennyeződés van, úgyhogy ennek majd jobban neki kell feküdni. És most már elszivárgott innen a víz. Tehát nagyon lényeges, hogy ezeket tisztítsátok meg a falevelektől, a különböző lerakó, itt is látjátok, van benne egy légy, például légytetem. Ezeket el kell távolítani, át kell öblíteni, hogyha van nálatok egy másfél literes ásványvizes palack, töltsetek bele csapvizet, és öblítsétek át. Mindenképpen nézzétek meg, ellenőrizzétek az olajszintet. Ez téli üzemben még fontosabb, hiszen hogyha nem kap megfelelő olajzást a hidegen induló motor, akkor kopik a legjobban. Tehát a téli üzem amúgy is megviseli az autókat, tehát ne fokozzuk ezt. És figyeljetek oda a szélvédőmosóra is, ugye jönnek most már a fagyok, én is feltöltöttem, és mivel benne marad a nyári szélvédőmosó, ezért mindig magasabb fagyáspontú ablakmosót használjatok. Első feltöltésre, ugye most én mínusz 42 fokost, illetve mínusz 80 fokost töltöttem bele, ilyet is lehet kapni, és ezzel meg tudjátok akadályozni, hogy belefagyjon az ablakmosó tartályba, és súlyos károkat okozzon a fagyás. Tehát nem fog belefagyni a nyári szélvédőmosónk, tehát föl kell hígítani. Ha nagyon tele van, akkor még a mínusz 80 fokos sem elég, mert ugyanaz egy a háromban történő hígításra, az érdekes módon nem ilyen mínusz 20 fokos lesz, hanem mínusz 15 fokos csak. Úgyhogy ne öntsetek hozzá desztillátvizet, hanem töltsétek bele töményen az ablakmosó tartályban nyári szélvédőmosó folyadékozni. Ezt javaslom. Ha még tökéletesebb munkát szeretnétek végezni, akkor pedig ki kell ereszteni, le kell ereszteni a nyári szélvédőmosót. Például lehúzzátok az ablakmosótokról a csövet, oldalra kivezetitek, és akkor szépen ki lehet belőle szivattyúzni a nyári szélvédőmosót, és a helyére pedig szélvédőmosóként télit tölteni. Ennyi a teendő. Most ennyi jut eszembe, tehát erre nagyon figyeljetek, mert ez nagyon megkeseríti az életeteket, hogyha nem figyeltek oda. Köszi a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!